Sziasztok, újra itt vagyok egy év után, és gondolom már mindenkinek feltűnt, hogy nem igazán vannak videók a csatornán, ami surprise, se időm, se kedvem videózni igazából, viszont itt van előttem a csatorna, mindjárt megtudjátok, hogy miért. Itt vagytok 7400-an majdnem, ami sok, nem sok, ahhoz képest, amikor én kezdtem a YouTube-ot, nagyon is sok. Talán amikor belekezdtem az egészbe, akinek már 1000 feliratkozója volt, az már régen híres ember volt. Ahhoz képest itt vagyok 7000-rel. Én elértem, amit akartam. Viszont egy éve nem volt már videó, egyetemet csinálom, gondolom egy páran tudjátok. De nem igazán volt semmi hír arról, hogy okay guys, ennyi volt, ilyenek voltak, hogy általán egy-két stream, meg ilyenek. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt az ideje annak, hogy elengedjem ezt az egész csatornát, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha együtt végignéznénk ezt a gyönyörű 6 évet, lassan 7, 6 és fél, azt hiszem. Talán, hogy 2011 nyarán kezdtem el videózni, de ezt mindjárt meg is nézzük, hiszen első videó azért az ott van, hogy azt meg kéne nézni. Nem végig, nem kell félni, csak belenézünk egy pár videóban, mesélek róluk, hogy mi ment a háttérbe, milyen volt megélni, meg ilyenek. És mivel azért szerintem valószínűleg nem fogom megvágni a videót, úgyhogy elég hosszú lesz. Ti már tudjátok, hogy mennyi egyértelmű, de nekem fogalmam sincs, hogy hány órán keresztül fogok még én itt ülni. Úgyhogy még most elmondom, nem vagyok teljesen meghalva, hogyha valaki nagyon-nagyon el szeretné érni. Van egy Discord szerverünk, aminek a linkje ott van leírásba. Egyetlen dolog, amire kérlek, hogy ne privátba írjatok, arra valószínűleg nem fogok válaszolni, mert azt inkább arra tartanám, ami úgy fontosabb, sajnálom, de hogyha szerveren írtok, tegeltek valami, akkor általában válaszolok, ott vagyok. Most rában egy kicsit meghalt a szerver, mert honnan lennének emberek, de igazából, hogyha jöttök, nem zavarok el senkit. Viszont egy volt az egész reklám, amit akarok ezzel az egésszel. Úgyhogy nézzünk oda? Szerintem nézzünk oda. Azért mutatok arra, mert nekem ott van monitor. Na, szóval nézzük is, hogy mikor kezdtem ezt az egészet. Kérlek, ne beszélj rögtön. Én mondhatom, hogy ne beszéljen, mert 15 éves, és nagyon cringy hangja van. Magam, nincs kedvem. Igen, 2011. júliusban kezdtem. Milyen szép lett volna, hogy ezt nyáron csinálom. Gondolkoztam is amúgy, hogy nyáron csinálom. Milyen szép lett volna, ezt nyáron megcsinálom. És mondom, hogy itt van, 6 éve kezdtem. Pont a 6. év napján le tudom zárni az egészet, de dolgoztam, meg lusta vagyok, meg ilyenek. És most nézem a leírást. Gyönyörű. Íme első sorozatom első része, remélem tetszik, 10 FPS-sel vette fel. Jaj. Igen, tehát egy nagyon béna laptoppal kezdtem el videózni, és most se jobb laptopod, de nem is az volt baj, hanem az egész szar volt úgy, hogy volt. Ahogy felvettem, a Fraps is elég béna volt, de feltöltöttem az első videómat 10 FPS-sel. Ha valaki tudja a megoldást, írja le. Azt hiszem, hogy tudták a megoldást, mert azt hiszem, hogy talán a következő videó már nem volt ilyen szar, de nézzünk bele egy kicsit az elejébe, mert üdv mindenkinek, Shatter vagyok, ez itt a Terraria első sorozatom első része. Új karakterrel választok ki hajat, ezt kiválasztom. Na, újra itt vagyok. Tudom, kész hogy karakter. Mit várok. Írjuk be nevét. Okay, itt, akkor nem itt volt? Tudom, hogy valahol elírtam a nevemet. Új világ. És nagyon nekem. Kivágtam belőle azt, hogy elrontottam. Na, mert nagy mama, videóba elgépelek mi. Igen, ott van. Nagyszerű.
Tehát ezt a videót úgy vettem föl, hogy ágyamba ülök laptoppal, és hát itt van ez a Terraria, amivel mostanában játszok sokan, nézek YouTube videósokat, ebb biztos meg tudom én is csinálni. Fraps letölt, fú, szerintem valamilyen Windows hangrögzítő, vagy valami ilyesmivel vettem föl a hangot, vagy Fraps fölvette, nem tudom, nem is emlékszem már pontosan. És igen, felvettem a videót, és utána, jó, Sony Vegas, megvágjuk az egészet, és nagyon féltem, hogy úristen, hogyha valakit valami hibát lát benne, elírtam a nevemet, meg fél percig gondolkozok, hogy hogy nézzek ki, hát nem, ezt ki kell vágni. Úgyhogy nagyon megvágtam az elét, talán a videóba, hogyha belenézünk, ott már annyira nincsenek vágások. Chest. Hoppá, az arany. Akkor nem szóltam. És igen, ahogy hallom, akkor lemegyek. A játék hangját laptopnak a hangfalából veszi föl. Gyönyörű. Viszont találtam. Ez olyan 2011, igen, csalok. Sohasem találtam. 2011-es YouTube, főleg én. De nem gyönyörű, játszottam viszont sokat. Ezt a videómat elküldtem egy pár régebbi ismerősnek, hát annyira nem ismerősek, de emberek, akit néztem, tudtam, hogy YouTube-oznak, és elküldtem nekik, hogy guys, figyeljetek, én is YouTuber vagyok, hát van már egy videóm, meg beszélek benne, meg megvágtam, úgyhogy mondjatok már róla véleményt, és mondtak is véleményt, tudom, az egyik YouTubereknek nem mondom meg a nevét, nagyon, nagyon kis szemét vagyok. Mondta, hogy ő nem akar róla véleményt mondani, és mondtam, hogy de igen, mondjál róla véleményt, és mondta, hogy jó, akkor mond róla véleményt, szar az egész, halkan beszélek, egyáltalán nem magabiztosan, a hang az laptopból jön, egyáltalán mi ez a kép arány, hogy ez a körbe, tehát itt nem YouTube bug, ez nem, tudom, volt valami egy YouTube bug, hogy így berakta a képernyő közepére a videót, de ezt tudom, hogy ezt én rontottam el, hát nem értettem hozzá, tehát így mondta, hogy azért van vele probléma bőven, de mondtam, hogy jó, oké, megvannak a problémák, akkor ezeket megpróbálom kijavítani. És akkor ezt a videót elküldtem Banának is, hogy tudom, hogy neked van egy YouTube csatornád, nem akarod-e megnézni a videót, és mondta, hogy oké, látom, terráriázol, én is terráriázok, nem akarsz együtt egy sorozatot indítani, és így elindult ez a sorozat. Neki azt hiszem, hogy... Na, üdvözlök mindenkit. Ez is laptopról van fölvéve a hang. Tehát neki még emlékszem, hogy volt egy pár száz, talán ezer feliratkozója, és innen nekem, hogyha megnézzük azt, hogy hogy nőttek a feliratkozók, rögtön egy pár száz feliratkozót kaptam is, tehát nagyon gyorsan beindult az egész. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy valakinek a hátán másztam föl, de én nem tudom, tehát sokan kérdezték, hogy hogyan kezdik el videózni, te hogyan kezdtél el meg hasonló dolgok. De az igazság, hogy nem tudom. Hogyha nincs meg nekem ez a kezdőlöket, ami akkor megvolt, én nem tudom, hogyan kell emberekhez elérni, én nem reklámoztam soha magamat sehol. Az elején. De nem tudom, nagyon szerencsés voltam. Mindjárt meghallgatom magam. Üdv mindenkinek. Shutter vagyok. Á, meg kis fun fact. Ugye ez a név, hogy Shutter. Én nem tudtam, hogy ez egy angol szó. Én üvöltem akkor ágyomon, és kéne egy név. És így jó, felírtam egy pár nevet, és találtam azt, hogy kitaláltam azt, hogy Shutter, kettő E-vel. És ez nem jól hangzik. Mi lenne, hogy az első E az O lenne, hogy Shutter? Aki jól hangzik, és kicsit visszatekerek. Hallgassátok meg, nagyon sokáig úgy ejtettem, mert hogy Shutter, vagy Shutter, vagy... Üdv mindenkinek, Shutter vagyok. Shutter vagyok, ja.
Nem Shatter. Nem tudtam annyira angolul. Gondolom feltűnt egy jó pár videó, oh, PewDiePie. Egy jó pár videóba feltűnhetett, hogy nem volt túl jó az angolom. De hát igen, tehát mint látjátok, ment egy jó pár videó. Aztán itt ez a gyönyörű videó. Nézzük, mi történt ilyenkor, meg egyáltalán mikor történt. Shatter vagyok, és most egy bejelentést következik, méghozzá nyertem egy eredeti Minecraftot. Oké, ennyi elég volt. Nagyon halk a videó, nem tudom miért. Jó, mondjuk azért, mert halkan vettem föl, lehalkítottam, nem tudom. De nyertem egy Minecraftot. Beírtam Google-be, hogy Minecraft giveaway, valamilyen dolgot beírtam, és találtam egy youtubert, aki nem tudom miért volt valahonnan egy Minecraft key-je, amit mondta, hogy oké, írjatok egy kommentet, videó alá lájkoljatok, iratkozzatok fel, és megnyertem. Talán életemben ez az egyetlen dolog, amit így lájkolj, kommentelj, egy dologgal nyertem, de nyertem egy Minecraftot. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy na most már megvan eredetiben a Minecraft, természetesen torrent, hasonló dolgok voltak előtte, tehát ismertem már a játékot bőven ezelőtt, de úgy voltam, hogy megvan eredetiben, akkor csináljuk, de úgy voltam vele, Minecraft videós van már sok, tehát itt már azért kicsit gondolkoztam, és volt ez az Adventure Craft, ami... Hogyha még visszagondoltok, Minecraft beta 1.2 körül rá, Minecraft nem volt nagyon egy bonyolult játék, majdnem, hogy kreatív volt, csak meg lehetett halni. És volt ez az Adventure Craft, ami egy kis pluszt vitt a játékba, és ezzel kezdtem el videózni. És egészen mondhatjuk, hogy jól sikerült, tehát megnézzétek a videókat, én a megtekintést rajtuk. Jó, hogy már 6 év alatt, de... akkor is így látszik, hogy nem Minecraftot, Terráriát inkább B-nél nézték, mert hát én voltam az ilyen új kis videós, és nála volt a nagy főcsatorna, nála nézték. Néhányan átkattintottak hozzám is, tehát azért jöttek. De itt a Minecraft ez már az enyém volt, úgyhogy ott elkezdtek nézni. Aztán egyszer csak így gondolkoztam, hogy jó, az az Adventure Craft, de mégiscsak most már a Minecraft 1.8, jönnek befelé az ilyen Combat Adventure, nem tudom, hogy hívták, update-ek. És akkor nézzük azt is, hogy mi történt, gyönyörű skinem. És elkezdtem a Shatter és a Minecraft sorozatot, nagyon olyan kreatív címeket adtam, Shatter és az Adventure Craft, Shatter és a Minecraft, Shatter a Spore világában, de az már spoiler. Tehát elkezdtem Minecraftozni, közben ment Terraria természetesen, de ugye Minecraft nézték sokan, jöttek az új nézők, és az egyik részben talán ez avagy kiszáradok, nagyon tényleg nagyon kreatív voltam a címekkel. Gondolkoztam, hogy amikor kisebb voltam, volt ez a Spore játék, kisebb, és nagyon szerettem, mi lenne, hogyha csinálnánk belőle videót. Én akkor nem gondoltam, hogy bárki azt mondaná, hogy igen, csináld azt a videót. Úgyhogy itt feltettem a kérdést, kommentekbe jött, hogy Spore, tényleg mennyire jó, csináld. És elkezdtem egy Spore sorozatot, ami szerintem az volt az első ilyen tényleg nagyobb löket az egész csatornának, hiszen ez a Spore, ez mindegyik része, főleg az első sorozatnak, azt hiszem 2 volt talán, de az elsőnek minden rész ilyen 10-20 ezeres megtekintéssel van, valamelyik 38 ezer, fogalmam sincs, hogy honnan jönnek ennyi nézők, hogy miért erre, még szerintem nem is jók, tehát nézzünk bele ebbe a 38 ezresbe, csak így, hogy... Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a 5. és 6. résznél,
Mivel, mint Még mindig mondtam, egy ugyanannyira nem tudok kommentem. beszélni szerintem. Én tényleg nem tudom, hogy mit néztetek Hú. ebbe. Akkor azt mondja, hogy szereljük fel magunkat egy szarba. Lehet, hogy nyugtató volt a hang. Megint egy szót Én nem mondsz. tudom. De ez a spór sorozat, ez igen jól ment. Így de szép vagy. Tehát ezzel megkaptam az első nagyobb löketet, és ekkor lett még csak meg a 200 feliratkozó. Wow. 200 feliratkozós videóm. Látjátok, Redstone. Csináltam egy mapet, ahol Redstone tanultam, és ez jó lesz 200 feliratkozós special edition videónak. Nagyon... Aj. Sokkal kreatívabb gyerek voltam, mint most vagyok. Meg... Talán, aki régóta néz, az tudja, hogy magyarul még mindig nem tudok beszélni. De igen, tehát ment a spór, és hirtelen leállt a Terraria. Jó, mondjuk másfél órás videókat töltöttem föl, tehát úgy voltam vele, itt van egy másfél órás felvétel, ezt meg kéne vágni. De én nem akarok vágni. Az olyan sok idő renderelni is részenként, vagy egy 2-3 óra volt, és gondoljatok bele, egy másfél órás videó, nem emlékszem már, hogy hány részre vágtam föl, vagy hány percesekre, de itt egy 5-6 rész, nem egy 4-5, nem tudom. Most 15 órát renderel a gép, addig nem tudok játszani, nem tudok másik videót felvenni. Nem vágom meg, feltöltöm, azt nézzétek. Ilyen, hogy pénz jönni, ez nem jött még semmi. Úgyhogy, ja, elfogyott a Terraria, nem igazán vettünk már föl videókat. Minecraftról is szépen leálltam, mert láttam, hogy nagyon elkezdték szeretni az emberek a sport. És igen, tehát láttam, hogy tényleg nagyon szeretik az emberek a sport. Talán volt, hogy napi két videót feltöltöttem, és egyszer csak visszajött a Minecraft, mert ugye nem lehet egy dolgot csinálni sajnos YouTube-on, legalábbis nem úgy, ahogy én csináltam, hiszen mindig, amikor először ugye elkezdtem Terráriát csinálni, jó, akkor csinálom Terráriát, azzal kezdtem, senki nem szól semmit, nem is ismertek. Elkezdtem Minecraftozni, akkor úgy volt, hogy jó, oké, van Minecraft, de azért Terraria jöjjön. Elkezdtem Spore-ral játszani, és akkor már jött az, hogy oké, hogy spórozol, de ugye a Terraria meg Minecraftot ne felejtsd el. Úgyhogy szépen lassan azért voltak ilyen egy-egy felvétel mindenből, de Spore volt a lényeg. És én nem tudom, tehát van egy videóm, amit én őszintén annyira utálok. Tehát itt van ez egy gyönyörű Shatter a Minecraft világában. Nagyon déjà vu, Shatter a Spore világában. Mi legyen a Minecraft sorozat? Shatter a Minecraft világában. Úristen! Ezen a videón majdnem 100 000 nézettség van. Üdvözlök mindenkit! Újra itt vagyunk egy Tumblr-t, egy jó ég. Na, ezt most meg kell néznem. Ki tudom jelölni? Komolyan mondom, hogyha van véletlen Tumblr-öm. Én nem tudom, oké, not found, helyes. Nem tudom, hogy ezek miért vannak itt. Mindegy, tehát a lényeg az, hogy... Mint látjátok, Minecraft. Én nem Ugyan tudom, hogy miért néztétek ezt a videót, ennyien, nem, főleg. Van rajta 400 like, ami a videóimhoz képest elég sok. Ez jön, mert régen volt. És itt van ez a gyönyörűség első rész, barlang, ami nincs. Egyik az, hogy... És ennek a sorozatnak, hát, nem látjátok, úgy, első rész. Ennek a sorozatnak nincsen második része. Már 6 rész elmúlt. Úgyhogy szerintem rájöttem még a... Egy fasat se early clickbaitre. Legyen több Minecraft. Nem. Ezután. Az early clickbait, az első rész mindig sokan nézik. Úgyhogy csinálj egy egyrészes sorozatot, így mindegyik első rész lesz. Nem tudom, én tényleg nem tudom, hogy miért nézték ezt ennyien. De mindig ez volt a legnézettebb videóm.
Aztán több spór, hogyan csináljuk szervert. Szerintem ilyenkor még nem volt publikus a szerver, de itt már a Voicecraft, úristen, elkezdődtek a munkálatok. És, ó, volt második rész. Nice. Akkor két részes sorozat. Viszont ilyenkor kezdődött a Terráriának a második évad. Szerintem kijött a egy pont valamilyen patch Terráriából. És úgy voltunk, hogy oké, akkor kezdjük újra. És abba maradt a spór. Nagyon úgy néz ki, hogy abba maradt a spór. Én egyszerűen nem tudok több sorozatra fókuszálni. Volt egy pár hónap, még pár év, amikor igen, de nekem egyszerűen nem megy. De itt a Terráriában is, ez is egy jó pár részes sorozat lehetett volna, hogyha megvágom őket ténylegesen. De nem ez lett. Itt is az volt, hogy én nem fogok Sony Vegas nyitni mindig, meg vágni részeket, de hogy. Úgyhogy fel lettek töltve úgy, ahogy vannak. Talán jók voltak, pár ezer megtekintés ezeken is vannak, és én nagyon sok sorozatba belekezdtem, tudom. Itt is van egy gyönyörű Diablo, Shattered a Diablo világában. Úristen, most nézem, Shattered portálozik, miért nem Shattered a portál világában? Kis kreatív Shattered. De ez a Diablo, ez... Wow, ezt a videót meg kell mutatni, hogyha nem is végig. Szerintem itt kezdtem el Camstasia Studio, vagy nem tudom mi a neve. Hogy itt le van véve a hang. Tehát itt kezdtem el azt a programot használni. Ez a Diablo 2. És itt rájöttem, hogy úristen, lehet zoomolni. Hogyha zoomolok, már úgy néz ki, mintha foglalkoznék a videóimmal. Ezt miért tudod? Mindegy. Csináljunk is egy új karaktert. Tehát úgy néz ki, mintha foglalkozni a videókat, hogy ne csinálnám, persze. Hogy mi legyek. Egy kicsit sok volt szerintem. Ugye itt van 7 karakter, de egyikről mondanék egy mindjárt bárfú. Az egyikre bezoomolok, és tényleg jól néz ki. Aki egy ilyen... Szerintem, nem hallgatjuk végig. Amit akarok még nézni, talán az első részben, az elején csináltam, hogy az, olyan szép. Üdvözlök mindenkit. Tényleg egy nagyon szép editet arról, hogy szavazzunk, melyik karakter Diablo legyen. Úgyhogy kézzel megszámoltam mind a aki lemaradt 30 volna kommentet. A wow, the zoom. Hát erről és le, nagyon szépen ilyen default de label-ökkel odaraktam a karakterekre, hogy Assassin! 8 szavazat! Nem tudom, egy kicsit beletekerek, és talán ott is marad a szavazat. Paladin. Aki szintén kell és 5 pontot szerzett. Majd jön a varázs... Sajnos nincs ott az összesnél, hogy kinél hány szavazat volt. De... Igen, tehát Diablót szerettem, és nem is tudom, hogy miért hagytam abba. Valószínűleg azért, mint az összes többi sorozatot. Lusta dög voltam, de általában. De igen, ez a Diablo, ez elindult. Nem is néztétek olyan sokan, és tudom, hogy... Nálam az volt általában a legfőbb indok arra, hogy abba hagytam egy sorozatot, hogy hát ezt nem nézik. Igaz, hogy szeretek egy páran, de ezt nem nézik, minek csináljam. És ez a portál sorozat, ez annyira sajnálom. Nem tudom, hogyha nézzétek ezt a videót, és szeretnétek, hogy nekem egy kicsit jobb legyen. Nézzétek ezt meg, ezt a... portál sorozatot. Nagyon-nagyon sokáig. Szerintem még mindig, ahogy most nézem a megtekintéseket. Ez az a sorozat, ami egyszerűen a legrosszabbul teljesített ezen a csatornán. Nem tegeltem jól, az emberek nem számítottak rá. Nem tudom mi volt, de végigvittem a portál egyet. Teljesen végig az egészet. 10 perces részekre kellett vágni, mert olyan rövid. Hát vagy 15. De szerintem itt már nagyjából értelmesen is beszéltem. Talán. Mindjárt megtudjuk. Üdvözlök mindenkit, Shattered vagyok, és ez itt a portál. Mondjuk úgy, hogy nem rosszabb, mint a
spór. Annál azért kicsit már jobban beszélek. Még nem lehet, hogy laggol. Au. Kezdem megérteni, hogy miért nem nézték ezt a sorozatot. Na mindegy. Lehet, hogy régen nem vettem észre. A kocka, átesel, átesel, ügyes. Lehet, annyira hozzá voltam szokva az, hogy laggolnak a játékok. Hogy úgy voltam vele, hogy ez teljesen jó fut. Nem mondanám, hogy mi ezzel a probléma? Nehéz. Ez az első pár pálya, majd a hát, ja. Utolsó 1-2 lesz kihívás. Jó, oké, hagyjuk ezt a sorozatot, de hogyha akartok egy kis backstory-t, mert hát mikor máskor mondja, hogyha nem most. Ennél a sorozatnál konkrétan ezt úgy vettem föl, hogy tudom, hogy valaki volt nálunk vendég. Nem hozzám jöttek, úgyhogy úgy voltam vele, hogy nekem nem kell, hogy ott legyek. És nagyon akartam videózni, de nem tudom, hogy miért, úgy voltam, hogy itt ez a portál, ebből csinálok egy végigjátszást, ezt szeretik az emberek, és én úgy éreztem, hogy halkan beszéltem, hogy így csuttogtam, hogy nehogy meghallják a vendégek, hogy én videózok, akkor baj lesz. Vagy nem tudom, de hallom, hogy annyira a videó nem hallatszik. Lehet, hogy csak az első rész, amikor hype, hogy üdvözlök mindenkit, Shatter vagyok, aztán meg átmegyünk abba, hogy az nem kell ordibálni. De igazából nem tudom. Szegény kis sorozat. Pedig itt is mindig adtam neki címet, vagy nem. Kezdjük el, halál, love and destroy. Wow, nagyon angol. Szennyi volt. A végének még van címe. És úgy néz ki, közben már volt a Voicecraft, aminek most mondanám, copyrightot fog kapni a videó, de hogyha a Voicecraft videó nem kapott copyrightot, akkor ez sem fog. Mint hogyha kapnék belőle bármi pénzt. De, ó, a szerver nem fut, az legalább ki van írva. De én nagyon szerettem a Voicecraftot csinálni. Minecraftozni már annyira nem szerettem, de adminkodni, eventeket csinálni, arénát építeni nektek. Tényleg szerintem egy nagyon jó fun dolog volt az egész. Ezt mondjuk senki nem használ, ezt nem gondoltam, hogy miért jó ötlet, hogy vagyunk itt szerveren és csináljunk bérelhető, művelhető földet. Azt, hogy senki nem foglalkozik vele Minecraftba, de csináljuk. Itt ezek az arénák, ezeket rendesen emlékszem, hogy fun volt játszani. Illetve talán a videóban már nincs benne, de volt egy tök jó aréna, ahol wave-enként kellett szörnyekkel harcolni. Ezt nagyon imádtam. Ezt nagyon sokat játszottunk. Sajnálom, hogy már nincs meg a map, se a szerver, se a beállítás, se semmi is meg. De nagyon kis fan szerver volt valami. Naponta 100 új ember jött rá. Nem is tudom, hogy honnan, és összesen nem nézzük annyian. Szerintem naponta. De jó volt. Elért azt a szintet, hogy több admin kellett. Akkor még egy kicsit utol voltam, mert az egész szerver úgy kezdődött, hogy otthonról hosszoltam. Akkor még nem gondoltam bele, hogy lehet nem kéne kiadni az IP-net, de hát kiadtam. Gyerek voltam, hát mi rossz lehet belőle. Aztán átálltunk arra, hogy elég sokan vannak, lehet szervert kéne bérelni. Úgyhogy YouTube fizetésemnek kb. A felét arra fordítottam, hogy Voicecraft szervert béreltem. Visszaforgattam YouTube-ba a pénzt. Ez egy 8 dolláros fizetések, nagyon... nagyon jó volt. De igen, hol vagyunk? Itt van VIP update, abból se lett semmi. Gondolkozz, hogy itt van ez a Voicecraft szerver, mindenki pénzt keres a szerverével. Majd én is pénzt keresek, hogy SMS lehet küldeni, és akkor kapsz VIP-t, meg ilyenek. Nagyon sokat gondolkoztunk rajta akkor a adminokkal. De szerencsére, most már úgy vagyok vele, hogy szerencsére nem lett belőle semmi. Mert... hát... nem szép dolog, én is voltam 16 éves, kérek pénzt a többi 12, 3, 4 éves gyerekektől, akik néznek, meg játszanak velem. Nem hiszem, hogy egy jó lett volna. De utána megvilágosodtam, és miután a szerverem szarrá volt modolva,
Úgy gondoltam, hogy mi lenne, indítanék egy új Minecraft sorozatot, de egy kis újdonság legyen benne, mindenki csak Minecraftozik. Mi lenne, hogyha teletömném modokkal, de nem ilyen modpackkel, ami tekit, vagy mi volt akkor? Évek óta nem Minecraftoztam. Tehát mi lenne, hogy csinálnék egy saját modpacket? És így született a Shatter 2.ú, az is nagyon sokáig volt, talán még most is, vagy most már nem. Nem tudom, de ez a Shatter 2. játéknév, meg valami. Barlangtól az Endig. Talán Spore után ez volt az a dolog, ami megint nagyon megdobta a csatornámat, de talán ami még Spore-rel elmentem, nem is 1000 feliratkozó, mert ott látom a képernyő alján az 1000 feliratkozós special videót, de egy pár száz szabot hozott a Spore, aztán így jött a barlangtól az Endig, és így whoop, megyünk fölfelé. Nagyon szerettétek azt a sorozatot. Össze, hogy nézem, ez így view-ban nem is annyira látszik, sokkal többen néztetek Spore-t, de azt tudom, hogy nagyon-nagyon pozitív volt a visszajelzés. Évek után is jönnek rá kommentek, hogy ja, tök jó volt ez a sorozat, meg milyen jó, meg a nosztalgia. Szerintem egyetlen dolog, amiért jó lehetett ez a ez a sorozat, ez mind most, mert hogy nosztalgia és gyerekek voltatok, és biztos jobb az emlék róla, hogy régen volt, jó volt, ez régi YouTube, de mielőtt belenézünk egybe, mert emlékszem, hogy volt intróm, hogyha szerencsém van, akkor ezen is rajta van az intró, de emlékszem rá, hogy olyan szar, nem tudom máshogy mondani, igénytelen, de meg kell nézni. Viszont kíváncsi vagyok arra, hogy most tudom hány éves voltam, de 1000 szabnál itt mutattam meg először az arcomat. Üdv mindenkinek, én Shatter vagyok, ez pedig nem a Minecraft. Ez itt az arcom, és ez itt egy köszönés, illetve... És kíváncsi vagyok rá, hogy ez komolyan 480p, ez komolyan 480p. De hogy bejelentés, illetve bejelentem, hogy megköszönöm azt, amit meglett. Na, mindkettő. Szóval, ugye meglett az 1000 feliratkozóm, és ezt köszönöm. Az 1000. feliratkozónak már írtam is YouTube-on egy levelet, most így fejből meg nem mondom, hogy ki volt az, de hogyha nagyon szeretnétek, akkor majd kommentbe kérdezhetnék. Ajajajaj. Most mit mondjak? Szebb nem lettem. Én nem tudom. Livestream.com, te jó ég. Nem tudom. Érdekes volt, nagyon izgultam megmutatni az arcomat, hogy... Értitek? Én vagyok Shatter, igen. Nagyon kemény. De nem tudom, utána annyira szerintem nem volt vele problémám, hogy mutassam az arcomat. Facecam nagyon sokszor nem volt, nem is értettem, hogy mi értelme az egésznek. Most is igazából, amikor gondolkoztam, hogy megcsinálom ezt a videót, gondolkoztam, hogy legyen ez az egész, vagy ne. Azt így néztem, hogy esetleg 90%-ába, úgy, hogy most, nézni fogom a YouTube csatornán a videókat. Ez unalmas. Így legalább, hogyha én mondjuk beraknám backgroundbe ezt a videót, legalább videó 90%-át úgy nézem most YouTube-on. De hogyha valaki nézi, akkor legalább itt tudja az arcomat, hogy... Nagyszerű, nagyon jó vagy, beszélgetsz velem. Na de, nézzük meg azt a intrót. Kérlek, legyen rajta intro. Üdv mindenkinek, Shatter vagyok, és itt... Nem! Rossz! Intrót akarok. Mindjárt visszamegyünk Binding of Isaac-re is, de intrót akarok!
Üdv mindenkinek, én Shatter vagyok, ez pedig a Minecraft 18. része, Ez ami itt lehet, mind hogy az intro. 19., de inkább 18. Kihagytátok? Ja. Na akkor irány Én is fölfelé a kihagytam volna. Nether City. De itt viszont már mindjárt kiderül, egészen hogy mik is vannak kezdődött itt. Az, hogy zombik? Magabiztos lettem, hogy ezer feliratkozom van, valamit csak jól csinálok. Mindjárt sokat kiderül, beszéltem már, úgyhogy valahogy hangomat engedjük ki. Én vagyok Shatter, videózzunk. Oh, és egészen kellemes okay, volt már az egész, bemenni. Illetve azt van egy olyan érzésem. Nem tudom. Miközben itt a kettő között talán nem, ez az egyik sorozat, amire úgy tényleg büszke vagyok, hogy nem nagyon van kezdő. Ezt megcsináltam. Így nem mondom, hogy nem volt jobb, de ez talán az első olyan, hát amit tényleg az azt egészet. Mondanám, hogy jó volt. Jó volt. Viszont ez a Binding of Isaac. Sajnálom, hogy nem annyira néztétek, mert az egy olyan játék, amikor Northern Lion akartam lenni, nagyon sokszor. Én hivatásos Northern Lion akartam lenni. Csak nem jött össze, mert nem nézte senki a videóimat. De az a játék, az nekem egy nagyon nagy kedvenc, még most is, most már annyit nem játszok vele. De az tényleg az a játék, hogy nézzünk bele az első részbe, hogy jó, én miért egy 13 perces, rögtön meghaltam, mit csináltad, ez... Aj, nézzük! Üdv mindenkinek, én Shatter vagyok, ez pedig a Binding of Isaac. Hát, igen, ez az. Vagyok. Úgyhogy most, hogy ezt megbeszéltük, hogy ez a Binding of Isaac, akkor induljon is a játék. Oké, hogy nincs FPS a játékban, de attól még nem kell halkan és lassan beszélni. Nem tudom, ezek a melléknevek nincsenek meg. Nézzük, hogy mibe haltam meg. Ez érdekel. Mibe sikerült meghalni már rögtön az elsőből. Ó, itt már meghaltam. Wow. Menjünk visszább. Minecraft. Úgyhogy nézzük. Tényleg így néha egy hogy ilyen kis változatosság kedvéért meg is haltam. Szóval változatosság kedvéért úgy. Hogy hívnak? Tök jó, miután elmondtam, milyen kis fanboy vagyok, nem tudom a bosszok nevét. Gyönyörű, gyönyörű. De nézzük tovább, mi történt. Igen, ment barlangtól az endig, barlangtól az endig, barlangtól az endig. Mi volt előtte? Talán Diablo? Elmondtam, nem tudok én több sorozatot egyszerre vinni. Úgy voltam, hogy ezt a barlangtól az endiget szeretik, akkor csak ezt töltöm föl, napi kettőt. És fölveszek napi hármat, tehát mondatok valamit, nehogy vissza tudjam olvasni és a szerint csinálni valamit. 100. videó, jó ég. Az azt jelenti, hogy a videók 5-énél járunk, 40 perc alatt. Én mondtam, hogy hosszú videó lesz, úgyhogy aki nem hitte el, az... Na nézzük, Voicecraft új IP, persze az ment egy jó darabig. És vlogolok. Én nem vagyok benne biztos, hogy meg akarom nézni a vlogot. Nézzünk bele, mert ez az első olyan videó, ami facecammel volt. Üdv mindenkinek, én Shatter vagyok, ez pedig az első vlog videó, ami már a címből is kiderült, az igaz, olyan rohadt fiatal voltam, hány de éves? De azért mégis, ezt el kellett mondanom. 2012-ben, illetve 15. azt is, hogy mi lesz ugye ma a téma, lehet, hogy egy címben benne lesz, lehet, hogy nem, tudom, majd kiderül. Na most, kezdjük akkor az elsőnél. Ez fáj. Első. Szóval. Ezt nem tudjátok elhinni, hogy nekem ez milyen rossz visszanézni. Itt Steamen, meg YouTube-on, meg mindenhol ugye viszont, írogattok. Amit? Oké, okay, ugye mindenre válaszolok, minden, mindenkivel állok beszélgetni. Vettem. Miért ne tenném? Nem sokat változott ez az, hogy miért ne tenném. Legalábbis ahogy az arcom vannak itt ilyen furcsa dolgok, hogy ugye én maradtam. Én maradtam. Ír, 5 év után is én maradtam. Beszéljek már a barátjában, mert hogy nagy rajongom vagy, menjek be csoportba beszélni vagy. Úristen, úristen, úristen. Én nem nézem tovább, mert tudom, hogy miről beszéltem. Akkor volt, hogy publikus volt a Skype-on. Mert hát... Kis ego búszolás miatt, hát fölvesz a sok rajongó, mindenki írja nekem, de jó vagy, csináld még. És
Ja, kezdett sok lenni az, hogy mindenki így behívogat random Skype csoportokba, és igazából csináltam egy videót, hogy hát én most már híres YouTuber vagyok, úgyhogy gondoljatok bele, hogy milyen kemény ez nekem, hogy mindenkivel beszélni kell, behívogatok, meg nem jó. Ami igaz, de én csináltam publikus Skype-ot. Ups. Úgyhogy igen, sok dolog van benne, ami igaz, sok dolog van benne, ami hülyeség, illetve az a szemüveg az rohadt sokáig meg volt. Mint a keret. Aj, de jó, hogy egy dologról tudok beszélni sokáig, nem? Little Fighters 2. Fighter. Isten, az is ilyen 97-es játék, de imádtam azt a játékot. Nagyon sokat játszottam azzal is. Sorozatot nem nagyon néztétek, mert senki nem ismerte, nagyon kis eldugott játék. Nem tudom, hogy miért Lil Fighter a kiírás. Nem fért ki jobban. Én nem tudom, de nézzük, megint átálltunk. Ah, nincs Minecraft, csinálni kell videókat. Isaac. Csak Isaac. Jaj, illetve most látok egy nagyon gyönyörű dolgot. Azt mondja, hogy barlangtól az endig, sok lesz mondani, Minecraft, 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 barlangtól az endig, mi legyen utána? És tök jó, mert feltöltöm ezt a videót, hogy oké, srácok, mi legyen a barlangtól az endig sorozat után, mert lassan vége van, még nem most, lassan vége van. Feltöltöm a következő videót, 26. rész, ami az utolsó rész. Nem kellett volna befejezni. Semmi értelme nem volt ott befejezni igazából. Spoiler, hogyha valaki még nem látta 5 éves videót, már hogy spoilerezzek le. A vége az az, hogy eljutok az endig, endbe. Tehát megtörtént a barlangtól az endig, vagy nektek fordítva a barlangtól az endig. De talán valami az első Enderman, amivel találkoztam, vagy második lelökött. És gondolkoztam, hogy endig eljutottam. Meghaltam. Írjuk ki, hogy RIP. És vége. És ez a sorozat vége. Gyönyörű. Én nagyon okos voltam akkor. Én nagyon büszke vagyok magamra néha. Illetve ezt is nem értem. Most már aki ezt csinálja, nem értem, hogy miért, de itt van a példa arról, hogy én is ezt csináltam. Kijött a Minecraft 1.3, és én úgy voltam vele, hogy mi az bétában milyen jó volt a Minecraft, nem lehetett benne semmit csinálni, de a bétában milyen jó volt a Minecraft, és kijönnek egy új patchet, új dolgokkal, nem is az, hogy a régieket elrontják, új dolgokkal, és akkor nézzük meg a videót. Nem, én ezt meg nem csinálom. Clap, clap, clap. Jó volt. Quality videó, 3000 megtekintés. Nem clickbait. Nem, akkor még nem tudtam, hogy mi ez. Aztán csináltam tovább Isaac-et, ekkor voltam azt, hogy kiégtem egy kicsit. Nagyon sokszor kiégtem YouTube-ból. És úgy voltam vele, hogy engem nem érdekelnek a nézők, azt csinálom, amit én szeretnék. Nézzük, hány videót csináltam azt, amit én akarok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ezzel együtt 7? Aztán elkezdtem alkúvézni. Na jó, egy darabig csináltam. Az alkúvé videók is amúgy tök jók, egy nagyon jó kis sorozat volt ez a tutoriál nagyjából. Igazából úgy voltam vele, hogy van itt az alkúvé, amit hogyha ismertek, akkor de jó, hogyha nem, akkor nem hagytatok ki belőle igazából semmit, így 11 éves MMO, de úgy voltam vele, hogy ebből nem lehet videózni, tehát ebből egyszerűen nem lehet videózni, nincs benne content, és úgy voltam vele, hogy oké, csináljunk tutoriál videókat, az emberek szeretik, nagyon jó volt, csináltuk, és az emberek tényleg szerették, még mindig jönnek rá kommentek valamiért, nem tudom. Aztán volt a Spore Reloaded, ami volt barlangtól az endig után a következő ilyen
Menjünk fölfelé, az emberek rátaláltak újra a csatornára. Ez már a harmadik One Trick Pony. Akkor is One Trick Pony vagyok, hogyha... három dologgal vagyok az, vagy négy. De mindig egyszerre csak egyel. Sosincs olyan, hogy... folyamatosan nézünk, hanem ilyen... nézünk, nézünk, nézünk. Abba hagyom. Nem néztek. Aztán, ó, jön egy sorozat, megint nézünk. Nem tudom, de újra kezdtem spórozni, mert hiányzott a nézettség, valószínűleg, nem tudom. Nézzük meg, hogy miért kezdtem újra spórozni. Azért van itt ez a 2 órás videó, nem? Nézzük, van-e valami? Üdv mindenkinek! Sziasztok! Shatter vagyok. És most egy régebbi dolgot kéne teljesíteni. Nyekhozzá. Nem más, mint hogy megígértem, hogy újra lesz spór. Jó, tehát kellett a nézettség. Azt nem tudom, hogy pénz, a fogalmam sincs, mikor lettem partner. Igazából... de főleg, hogy már nem videózok, meg amúgy sem volt nagy titok. Szinte semmi pénzt nem kerestem partnerségből. Azt tudom, hogy az elején valami nagyon szar partner cégnél voltam, aki tényleg ilyen 5 és 10 között, 5 és 10 dollár között utalt havonta. Nem volt túl sok, de úgy voltam vele, hogy 15 évesen 5 dollárt keresek egy hónapba, te jó ég, azt el lehet költeni eBay-en. 1 dolláros MP3 lejátszóra, nem, mit tudom én. Aztán utána, amikor már elkerültem Mesemimához, ott már ott elkezdtek ilyen 40-50 dolláros fizetések jönni havonta, amiből általában azt csináltam, hogy fölmentem Steamre, nézzünk egy játékot, ezt megveszem, csinálok belőle videókat, aztán soha többé nem játszok vele, vagy tudom, hogy egyik karácsony volt egy giveaway, ezt nem tudom hol, de azt hiszem, hogy amikor az a giveaway volt, akkor is valami, nem tudom, egy 40 dollárt elköltöttem arra, hogy vettem játékokat, nem tudom miért, senki nem játszott azokon a giveaway-eken. Csinálok egy giveaway-t, hogy jöjjenek új nézők, és nem jönnek új nézők. Csinálok spórsorozatot, másodszorra, 35 ezer néző. Én nem tudom, én rosszul csináltam a YouTube-ot szerintem. Viszont igen, tehát megint ment a spór, mi meglepő, elkezdtem spórozni, és utána megint semmi más, nehogy már majd itt csinálunk valami értelmeset, dehogy. Viszont meglett a 2000 feliratkozó, wow. Nézzük, akkor mit csináltam. Gitároztam, vagy csak úgy ilyen clickbait, hogy ott van a gitár. Sziasztok! Itt vagyunk 2000 szabnál. Hát ezt nem így kellett volna bejelenteni. Akkor hogy? Gitár. Én? Random zörej. Don't care. Igen. Szóval ez a gitárt ezért hoztam ide, hogy azt higgyétek, amúgy végén is van tényleg. Szóval azért hoztam ide, hogy lássátok, hogy van. Mert hát ezen most sajnos nem fogok játszani. Clickbait! Hát kettő oka ennek. Clickbait-eltem saját. Egyik az, hogy a rec belelóg a fejembe. Én nem meg. Szóval erre nem gondoltam volna. Az oka az az, 5 év után. Kicsit elmaradtam vele. Elkezdtem tanulni. Nem fogom végre fogom. Miért hallgatok magamra, amikor próbálok beszélni? Nem fogom végignézni, mert nem érdekel. Nem vagyok elég szórakoztató. Úgyhogy igen, spór, nagyon ment a spór. Aztán ennek is valahogy vége lett valamiért. De... volt közben egy Mega Man sorozat, se nézett senki, pedig azt nagyon szerettem, Mega Man-t. Azzal úgy voltam vele, hogy aha, Mega Man, Mega Man, Mega Man. És nem nézte senki, úgyhogy én mondom, hogy nagyon sokszor nézettségre mentem. Valószínűleg ezért is égtem ki a YouTube-ból, mert úgy voltam vele, hogy szeretem csinálni, nézik, jó, akkor csináljuk. Aztán addig az volt, hogy nézik, de én nem szeretem csinálni, úgyhogy már nem nézik, már látszik, hogy nem szeretem csinálni. Ezt mindig hónapokra abba hagyom, eltűnnek az emberek, de visszajövök, itt vagyok, kéne a nézettség.
csinálok valamit, nézik, tehát megint nem szeretem, nézettségért csinálom. Tehát sajnos így mentek el a hónapok, az évek, és itt van még egy vlog. Sajnálom, hogyha csak a vlogokat nézem meg, de azok érdekelnek, hogy... Sziasztok! Na, egy fontos témáról lesz szó. Kilóg a fejem. Na de, most próbáljuk kicsit komolyabbra fordítani a szót, még mindig kilóg egy picit. Tehát itt már a Zoom-on kéne álligatni. Na jó, szóval ezt a videót eredetileg ugye én kint akartam fölvenni. Talán még úgy nagyjából középen is vagyok, szóval kint akartam fölvenni, de a videó végén majd bemutatom, hogy miért De is mi a nem jött ez lényeg? össze. Szóval, miről is van szó? Vlog time! Szóval, ugye nagyjából annyi, hogy 2 hete nem volt videó. Ez Ez nem nagyon igaz. uncanny, vagy Igazából cringe, vagy nem tudom, milyen szót tudnék egy hete mondani. nem volt videó, sőt még annyi sem. 16 éves voltam szerintem már. Ez Mindjárt nektek, nézzük. számotokra, Hány mivel ugye az éves vagy? Nem, előre még felvett mindig anyagot szépen 15? töltögettem föl a De jó boltba, ég. Oké, okay. Tehát... körülbelül egy hétre elég mindegy. Méghozzá nem volt Mennyire... igazán időm fölvenni Nagyjából dolgokat, most változtam, van tehát azért időm, látszik, úgyhogy hogy szerintem ma még szóval eltelt videót 5 fölvenni. év, Az tartott kérdés most, 15, hogy meg mikorra fog 20, ez a videó felkerülni. 21. Talán még ma este. Sőt, Remélem, ó, hogyha rendben hogyha megy a valaki sztori. idáig nézett, 1 óráért a jó lett Illetve volna. Még mit csináltok arról itt? akartam még Igen. beszélni, hogy Én sem fogom elkezdek végignézni szerintem ezt a videót. vlogolni. De nem De vagyok hogyha valaki még ideig ilyen. eljutott, Fontos szerintem legyen a téma. ezt a videót születésnapomon Legyen fogom a feltölteni, hiszen az január témai vicsora. 28, Ez és jut most róla, egy január téma jut 20... eszembe. Szóval nem egy külön 5 témákra van, akarom talán, bontani, mert úgyhogy kamera addigra talán fel is tudom hello, tölteni. vagy Az is egy benne jó vagy van. időpont lesz arra, hogy befejezzük szerintem ezt az egészet. Hajrá! Születésnapi Ja, én ajándék, No megkezdődött, More súly. YouTube. Már 2 hete. Elkészítem Közben a nem kávót, figyeltem arra, kicsit hogy miről szól a komolyabban. vlog, vagy Nem, vlog, még mindig nem. viszont tudom, hogy a végén játszok a kutyával. Miért laggol a kamerám? És nem, ez a kutya még olyan fiatal volt itt. Most is ugyanilyen hiperaktív. Viszont már nem otthon lakok, Amúgy, úgyhogy nem velem van. érdekesség. Kíváncsi vagyok, hogy hányan tudtátok, hogy van Facebookom! Nem hazudott. Igaz, hogy nem használom, de van. Istenem. Miért lájkoljátok azt is? Én nem értem. Még a mai napig naponta 2-3 feliratkozót kapok. Miért? Egy éve nem volt videó. De az is csak egy stream volt. 2 éve nem volt értelmes videó, ami sorozatnak a része. Én nem tudom. De valamit biztos jól csináltam, mert hogy már nem csinálok semmit, az biztos, de valami biztos jó volt. Aztán új intro és outro. Erre nem is emlékszem, ezt nem használhatom olyan sokáig. Ó, ez nagyon tem... Már most látszik, hogy template. Kemény. És mi az outro? Ide jön a videó, amivel most nincs és lust. De mivel most nincs és lust, vagyok, ezért csak random szöveg van. Mi lenne, hogyha csak így simán átmentünk? Úristen! Én nem tudom, miért gondoltam azt, hogy mennyi minden, menjetek innen. Miért gondoltam azt, hogy írjuk ki az e-mail címemet a videó végére, mert akkor majd az emberek írnak nekem e-mailt. Miért akarnám, hogy e-mailt írjanak nekem? És amúgy sem írt senki. Tehát mire számítottam, hogy kapom az e-maileket, hogy Shatter, nagyon jók a videók! Vagy Szia Shatter, szeretnél velem videózni? Ilyen e-maileket talán kaptam, de... Nem tudom, hogy mi volt az értelme. Illetve ez is egy kiégés után volt. Arra gondoltam, hogy csináljunk valami jó kis international videót, nem fogok benne beszélni, tehát akkor már nem magyar. Angol lesz a címe,
Beleírjuk a címbe, hogy free. Ez az Index szép, nem tudom, ez nem is clickbait. De szerintem szarul is tegeltem, semmi értelme a videónak, tehát miért osztanák meg az emberek. De itt van gyönyörű intro. De amúgy szerintem egy csomót foglalkoztam ez a videóval, és tök jó. Úristen, hogy hívják ezeket a meséneket? Tudom, van neki neve, amikor ilyen nagyon egyszerű feladatot, nagyon bullshit bonyolult módon oldunk meg. Be volt lassítva, mert túl gyors volt az egész. De amúgy jó volt. Élveztem megépíteni. Élveztem felvenni. Nagyon sok... nagyon sok bullshit dolog történt benne. De hát ja, nem tudom, ezzel a videóval megpróbáltam kicsit clickbait lenni, de nem jött össze. Aztán ez az Index kép, ez a... Aztán kezdődött az, hogy... Még mindig 5 évnél vagyunk, te jó ég. Aztán kezdődött az, hogy kicsit komolyan vettem ezt az egész Index képezést, elkezdtem photoshopolni. És úgy voltam vele, hogy oké, okay, kezdjük el újra. És csinálunk többfajta sorozatot, úgyhogy elkezdtem Portál 2-be tesztkamrákat csinálni. Meg itt be akartalak vonni titeket is, hogy küldjetek nekem saját magatok által készített tesztkamrákat, és akkor játszok vele. Csak hogy senki nem játszott Portállal. Lehet, hogy a Portállal van a baj, mert Portál 2-t sem nézte senki. 800 megtekintés, tényleg semmi. Ez a Vessel, ez... Nem tudom. Ilyenkor, de amúgy látszik az, hogy itt vannak a spor videók néha még feltöltve. Egy csomóan nézik, egy pár ezren. Az összes többi sorozatomat nem. És úgy voltam arra, hogy figyeljetek, ezt nem erőltetjük. Mert a spor az megy, mert nézitek, de többi nem. Illetve próbáltam megint nagyon viccesnek lenni. Figyeljetek, nagyon, nagyon funny. Fogalmam sincs, mit akartam játszani. De azóta se tanultam meg gitározni. Azaz megtanultam, aztán elfelejtettem, úgyhogy inkább most azt mondom, hogy nem tanultam meg gitározni. Most sokkal jobb, mint bevallani, hogy lusta voltam évekig gyakorolni, és már azt se tudom, hogy hogy kell eljátszani néhány dolat, de nem tudtam soha gitározni, ez kész. Ezt nézzük, utána elkezdtem Don't Starozni. Azt hiszem, hogy néztétek, de nagyon kényelmetlen volt feltölteni, meg felvenni, mert úgy voltam vele, hogy naponta fogom feltölteni a videókat, mármint in-game naponta. Hát nem kellett volna. Nagyon kellemetlen volt ilyen 8 perces videókat csinálni. Nem is nézték annyian, nagyjából nézték, de annyira nem volt igazán semmi értelme. Úgyhogy azt is második halál után abba hagytam. Viszont 2012-ben volt Facebookon egy csoportom valamilyen YouTube videósok néven vagy valami, és úgy voltam vele, hogy összeszedem a magyar YouTube-osokat egy Facebook csoportba, és ekkor még nem volt ilyen, tehát nem voltak ezek a magyar YouTube videósok, vagy mit tudom én, nem, az ilyen Facebook csoportban sem voltam már évek óta. És megcsináltam a sajátomat. Egyedül voltam benne, meg azt hiszem, hogy behívtam talán egy-két ilyen videós ismerőst, kis magyar, hát fogalmam sincs ki volt még akkor, azt tudom, hogy kis magyar volt. Aztán valaki mondta, hogy figyelj, Shatter, nekem Katamori ismerősöm Facebookon, úgyhogy behívom a csoportba, mondom, ez tök jó, hív be. Behívta, és ő azt mondta, hogy ez a csoportnak jó az ötlete, úgyhogy hívjuk, nekem, tehát nem nekem, hát Katamorinak, hogy neki vannak még úgy Facebookon, YouTube-os ismerősei, meghívja őket. Aztán egy jó pár ilyen nagyobb, akkor
IBAN, magyarul nem tudok beszélni. Akkoriban nagyobb videósok jöttek a csoportba. Tök jó volt a hangulat, tudtunk YouTube-ról, a partner cégekről beszélni, de érdekes volt, az volt az a korszak, amikor a YouTube videósok elkezdtek engem ismerni, viszont a YouTube nézők nem. Tehát, fú, kik voltak abban a csoportban, te jó ég? Az a baj, hogy voltunk kb. 30-an, és nem nagyon emlékszem, hogy kik voltak. Akik ilyen tényleg nagyobbak voltak, és azért emlékszem rájuk, tehát ugye, akit mondtam, Covery, Sirius, Katamori, ki volt még, aki akkor még nem volt nagy, Fanmade Maker, talán most már nagyobb, Benny Pova is azt hiszem bent volt, vagy vele csak beszél, én nem tudom, hogy kik voltak. Nem tudom, mindegy, az a lényeg, hogy volt ez a Facebook csoport, aztán ennek a csoportnak az lett a vége, hogy egy nagyon szép ötlet volt elméletben, hogy megosztjuk a tapasztalatot, meg minden, viszont, hogyha kis videósokat összeteszel nagy videósokkal, az nem egy jó ötlet. Elkezdődtek a konfliktusok, a kis videósok elkezdték szedni a nagyokat, hogy mit tudom én, nagyképű vagy, mert sokkal feliratkozott, pedig teljesen normálisak voltak. Én nekem akkor volt az a áttörés, hogy ők is csak emberek. Úgyhogy összeálltunk beszélgetni a nagyobbakkal, kitaláltuk, hogy jó, akkor legyen egy 1000 feliratkozós limit, vagy nem tudom micsoda, de ez sajnos nem működött, szétomlott az egész, és már nem beszél benne senki. Viszont amiért ezt az egészet felhoztam, és erről teszem, hogy Egon is benne volt, mert ő csinálta a videót, hogy talán ebből a csoportba indult ki ez a videónak az ötlete, nem vagyok benne biztos. Az a lényeg, hogy ezt Egon csinálta. Kosztolányi Dezső, karácsony. Ez is tesőben száll le a karácsony. A káj hazug, a hóesés sűrű. A lámpafény aranylik a kalácson. A kocka pörk, a gőzömate is sűrű. Kik messze voltak, most mind összejönnek. A percet édes szóval ütni el. Amíg a tél a megfagyott mezőket. Karcolja éles, kék-kék körmivel. Fenyőszagú a lég és a sarokban. Ezüst tükörből bókol a rakott fa. A jó barát boros korsóihoz van. És zsong az élek, állítatva az ügyben. Csak a havas pusztán, a néma csönd. Annyira jó belegondolni. Sírből az égbe egy-egy kószamozdony. Konfliktus. Egész jut. Boldog karácsonyt! És egy ilyet össze tudtak hozni. Most, ahogy megnéztem, legtöbb ember szerintem bent volt a csoportban, úgyhogy az nem mindegy. Eszembe jutott róla, úgyhogy beszélgettünk egy kicsit. Úgyhogy térjünk vissza. Nézzük, utána volt, hogy B-vel kezdtünk még egy Terraria sorozatot, ahol már úgy voltam vele, megtanultam jó kis indexképeket csinálni, úgyhogy kihasználom, és szerintem ez az egyik indexkép, amire amúgy nem is mondom, miért, nem tudom, hogy miért mondom azt, hogy indexkép, ez még valamikor, akkor 5 éve terjedt el, hogy ezek indexképek, és nem thumbnailek. Nem tudom, ezzel így élni kell. Viszont ezekre tök büszke voltam. És ez a sorozat is ment, ezt szerettem. Ezzel úgy voltam, hogy amíg az összes többi Terraria sorozat B-nél ment, úgymond főleg, ez volt, ami az elsőnél úgy éreztem, hogy ez az enyém, és ez az én csatornámon fut. Persze B-nél is ott volt az összes rész az ő szemszögéből, de hogy ez valahogy úgy magánénak éreztem. És nem tudom, ebbe tényleg úgy nagyon oda tettem magam, megvágtam a részeket, tényleg kötöttem magamat a időpontokhoz, hogy minden nap, vagy minden második nap, nem tudom, valamelyik időpontba feltölteni, ott legyen, jöjjön nektek, és ezt szerettétek, és jó volt. Aztán próbáltam itt ilyen több folyéles sorozatot is elindítani, de nem annyira jött be, mert
Én nagyon sokat ismétlem magam, de Terráriát nézték, többit meg nem, úgyhogy jó voltam vele, hogy jó, akkor csinálom a Terráriát. Elkezdtem én itt Brotherhood, az lehet, hogyha azt mondom, hogy Assassin's Creed multiplayer, lehet, sokkal többen nézték volna, de nem az lett. Sőt, Brotherhood Multi. Gyönyörű, gyönyörű. Igen, megy a Terraria, elkezdtem megint Minecraftozni, mert emlékeztem, hogy hát, megy a Terraria, úgy egyre kevesebben nézik. Minecraft. A Minecraftot azt sokan nézték, kezdjük újra, de annyira azt már nem igazán élveztem. Elkezdtem Skyrim-ezni, de nem bírta a gépem fölvenni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy nem csinálunk Skyrim-et. Terraria az fut, talán 32 részes volt. Nem tudom. Nem emlékszem. Viszont még egy vlog. Ennek amúgy nagyon tetszik az indexképe. Erre annyira büszke voltam. Nem tudom miért. Semmi különös nincs benne. Tehát, miről kéne beszélni? Ez tudom. Oké, csak arról beszéltem, hogy jó, zenét régen utáltam, féltem tőle, aztán megszerettem. Tölődörő. De úgy, ja, néhány vlog is volt. Azt sem nagyon nézték igazából, de... Itt van két videó. Ez a beteg és a gitár. Én szívem szerint letörölném őket, nem tudom, hogy miért töltöttem föl. Én inkább megmutatom ezt az egy percet. Mivel most látom, hogy 10 000 megtekintés van rajta. Tehát elérte a célját, de úgy voltam vele, hogy az emberek sokan nézik azt, hogyha valaki hülye. Ezért nézzük azt, hogy én vagyok hülye. Egy 5 perc magasra állítottam a kamerát. Persze mondhatnátok, hogy tegyem lejjebb a kamerát, így nem? Valami, hogy be van dugulva az orrom. Közben fogom a kamerának a állványát, mert hogy leborul, hogyha nem fogom, mert olyan helyre tettem, de ez még nem elég, mert itt van mögöttem egy ablak. Sziasztok! Most nem látjátok a fejemet. De próbáltam kiparizálni néhány bloggert. Én nem tudom, mi volt a videónak a célja. Valószínűleg beteg voltam, unatkoztam. Nem szól. És... Én nem tudom tényleg, mi volt a videó célja. Suckerfish. Az meg egy insider mém, aki... No! Ne! Rákattintottam a videóra. Please, no! Most megint újra be kell tölteni az összes videót. Vagy nem, mert itt van! Ez az... Ah, Istenem! Milyen jó, hogy a browser cache-eli a historyt. Na ne! Én tényleg nem tudom, hogy miért néztek ennyien, hogy hülye vagyok. Összes... Tényleg, nézzétek meg másik vlogot. 1000 néző, 900 néző. Még Minecrafton is 800 meg 1000, de a vlog, ahol gyökér vagyok, az 10 000. Aztán volt ilyen Telltale próbálkozás, hogy vissza a jövőbe. Első sorozat, hogy játékok első nézetre, vagy hogy mondják ezt magyarul. De valahogy nem jött be igazából semmi. Igen, ment a Terraria tovább. Ezt a videót kiadtam. Ezt a videót miért adtam ki? Tudom, hogy akartam csinálni egy videót, hogy hamarosan ilyen sorozatok indulnak, de összevágtam szépen Sony Vegasba, hogy jó legyen, de aztán nem nagyon jött be, mert nem is egy jó videó. Úgy voltam vele, hogy jó, akkor hagyjuk az egészet, feltöltöttem privátba megmutatni pár ismerősnek, és úgy mondták, hogy lehet, hogy nem hülyeség az, hogy nem akarod feltölteni, de úgy néz ki, hogy valamikor publikáltam véletlen. De megnézhetjük, de nézzük. Hölgyeim és uraim, a színpadon... Ájjájjájjáj, nincs itt semmilyen színpad, és nem is lesz semmilyen színpad, azért, mert nem lesz színpad. Na szóval,
Nézzük csak, ó, hova tűnt a kép. Ó, mi ez agytömeg? Hallottátok? A Shattered folytatni fogja a Skyrim-et, a Terrariát, a Minecraftot, a Don't Starve-ot is visszahozza. Mi van még? Ja igen, a Back to the Future-t is. Van még? Ohó, van hát. Igazából nincs. Viszont van egy új heti rend, ami a régi találkozik, új sorozatok. Ezt hamarosan egy vlogban látjátok. Elkező videó. Van jó, még? Nézzük, ohó. Azt mondja, hogy... pont vissza. Skyrim, Terraria, Minecraft, Back to the Future. Terraria. Jó volt! Sikerült, majdnem összejött. Aztán kijött a Cube World, ami úristen, tehát arra a játékra annyit vártunk, hogy ez nem igaz. Kijött, abban a pillanatban megvettem, abban a pillanatban én elkezdtem vele játszani. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy első nap, amikor kijött, én végig kockultam. Tehát nem vettem fel a videót, hanem tényleg végig játszottam az egész napot, és másnap töltöttem fel a videót, és addigra már 3-4 nagyobb youtuber töltött róla fel videót, és így nem én voltam az első, pedig én lehettem volna az első, hát megvettem rögtön abban a pillanatban, hogy kijött, és nem, és elhalasztottam. De ez a Cube World, ez jó volt, ez egy nagyon jó játék volt. Szerintem ez egy olyan játék, ami nézni is talán jó volt, nem tudom, de... Nagyjából szerettétek, ahogy így látom. De az is egy idő után unalmas lett, nem volt benne content, nem jöttek az update-ek úgy, ahogy mondta a fejlesztő. Igazából azóta nem jött rá update, hogy megvettem, ami 4 éve volt egy jó ég. És valami $20 volt. Utána a fejlesztő azt mondta, hogy bocsi guys, ez többször nem kérek el érte pénzt, hát nem fejlesztem, úgyhogy sorry. De attól a pénzt nem adta vissza, úgyhogy... Ups. De igen, jött még egy-két rész Terráriából. Hol vannak az indexképek? Kérlek szépen! Indexkép. Igen, igen. 1 millió megtekintés. Wow, és itt volt a nyereményjáték, mert úgy voltam vele, hogy... Itt az idő, hogy pénzzel hívjam ide az embereket. 1000 megtekintés. Ja. Valahogy nem jött össze. Aztán megint megpróbáltam azt, hogy jó, szintén itt abba hagytam megint a videózást egy pár hónapra, hogyha az van, hogy na vissza. Viszont első nap, ez is szerintem valami vicces videó akart lenni. Sok volt ez a vicces, nagyon-nagyon vicces. Meg is volt az első nap, mármint ugye vége van a nyárnak napból. Aztán... Summertime! Vége van a nyárnak! Comedy! Én már értem, hogy miért nem volt az a videó. Vajon miért nem nézték meg sokan? Na de közeledünk már, a videók felénél vagyunk egy óránál, 2 óra alatt szerintem letudjuk ezt a videót. Aztán jöttek a, szerintem azt, hogy többet streameltem, hogyha elkezdtem FTL-ezni, hiszen azokon mindig streamen játszottam. Azt nagyon szeretétek ti is, meg én is, hogy mindig Twitch-ről kérdeztem az embereket, hogy na, ki szeretne a következő crewmember lenni? És akkor az volt, és tök jó volt a hangulat, beszélgettünk minden. De igen, itt Terraria próbált már meghalni. Wow, nagyon szexi. Próbált már meghalni a Terraria, mert meguntuk mind a ketten. Aztán elkezdtünk Civilization-ezni, amiből nem vettünk föl többet. Ez igazából legtöbbször miattam volt. Én vagyok az, aki nagyon nem szeret videózni. És tényleg, tehát megvan annak az oka, hogy nincsen több 100 000 feliratkozó, nem ismer senki, és igazából 2 éve nincs videó. Aztán ez egy tök jó kis videó, ami... Én sajnálok mindenkit, aki megnézte, mert nagyon szarul van összevágva. De szeretem, mert ekkor vettem meg ezt az új gitárt, és kell mutatni, hogy milyen jó gitározok.
és többet nem nézünk belőle, mert innentől csak elcsúszik az összes. Higgyetek nekem, nem jó. Viszont kezdődött a nagyon rajzolok magamnak indexképet korszak, ami ezzel a Super Meat Boy-jal kezdődött. Aztán ez a Home sorozat, ami egy horror játék, de amúgy ilyenkor vettem meg a tabletet, a Wacom, fogalmam sincs milyen tabletet, de ja, elkezdtem saját indexképeket rajzolgatni, és Civilization 5 Netherlands. Ennek tök jó, ez nem tudom, hogy mennyien tudjátok, mert nagyjából régen volt, de megvan nekem az összes indexkép, amit rajzoltam, csak meg kell keresni. Ez mindig is Netherlands sorozat volt, viszont amikor felvettem a sorozatot, én szerintem egyszer felvettem egy első részt, aztán újra kezdtem, mert nem tetszett, vagy valami. És akkor Denmark-kal voltam, és meg is csináltam az indexképeket, hogyha megtalálom a C betűt, itt van, Civilization, Denmark, és ennek is van egy ilyen, ups, na, úgy, gyönyörű rajzolt indexkép, minden nagyon Denmark, az sem biztos, hogy az Dán zászló. De mindegy, az a lényeg, hogy megrajzoltam, feltöltöttem, és utána írt valaki kommentbe, hogy se tör. Biztos, hogy jó az indexkép. És mondta, ups. De másokat már nem rajzoltam. Aztán ment tovább a Super Meat Boy. De az egyik a stream is volt. Ez? Nem tudom. Aztán igen, ment Civilization, minden, Spelunky. És volt egy próbálkozásom, hogy megint látjátok nézettségeket, senkit nem érdekelt a csatorna. Gondolkoztam, hogy nézték sokan a barlangtól az endiget. Mi lenne, hogyha csinálnék egy sorozatot, ahol megint elmegyek az endig, viszont barlangtól az endignek a mapjén egy kicsit átalakítottam, hogy úgy nézzen ki, minthogyha több száz év eltelt, szét van már romolva a bázis, minden tiszta kosz, néhány itemet ott hagytam, de mindegy, az a lényeg, hogy mint a cím is benne van, hogy bosszú, visszamegyek és újra átélem a kalandokat, de ezt sem nézte senki, úgyhogy abba hagytam. A többi FTL videó az szerintem ilyen stream felvételek csak. Illetve van egy ilyen unboxing videó, amiben nyomtattam magamnak egy saját Shatter Designers pólót, amit, hogyha egy pár másodpercet adtok, akkor azt is megkeresem. Úgy voltam vele, hogy ott összes youtubernek van videója, pólója. Mi lenne, hogy csinálnék én is egy videót, pólót, és pénzt keresünk belőle, persze. Nekem nagyon jó céljaim voltak szerintem. Nézzük, P betűnél van-e a póló? Póló, hát nagyon kreatív vagyok. Ez volt a design a pólón, és úgy voltam vele, hogy hát ez mindenki akarni fogja. Hát nézzétek meg, milyen jól néz ki. Senki nem írt, hogy szerette pólót. Úgyhogy miattatok nem videózok, nem vette meg senki a pólómat. Szörnyű. Ez a podcast, ez én nem tudom, én nem vagyok alkalmas podcastre. Én nem tudom, mit akartam vele igazából. Nem is az én ötletem volt. Úgy jó volt, élveztem, de sajnos nem vagyok alkalmas podcastre. Viszont utána kezdődött a mindenféle korszak.
úgy voltam vele, hogy tehát nem nézzétek a sport, mert nincs. Nincsen Terraria, mert igazából B-vel fölvenni Terráriát, össze kellett várni, hogy mindkettőnk ráér. Nem volt Terraria. Minecraftot nem nézitek, FTL-t nem streamelek annyit, hogy legyen elég content. Csináljunk mindent. Egy káosz volt ekkor a csatorna, de egy-két sorozat volt, ami úgy tényleg néztétek. Elkezdtem újra Isaac-ezni, mert azt szerettem. Magicite-ot elkezdtem újra, amit ti szerettétek, de nekem annyira, hogy elmegy jó játék, de nem. Diablo-zni viszont nagyon szerettem, de azt annyira nem néztétek, hogy azt úgy voltam vele, hogy jó, akkor Diablo-t nem erőltetjük. Hero Siege is ilyen próbálkozás, de azért szerintem ezen a képernyőn úgy nagyon látszik, hogy Magicite, jó, de én igazából Isaac-ezni szeretnék. De, hogyha nézettségét nézitek, egy Magicite videón háromszor annyi néző volt, mint bármi máson. Úgyhogy azt is egy idő után abba hagytam, mert én nem szerettem, és inkább Isaac-ezni akartam, úgyhogy Magicite-ot lecseréltem Risk of Rain-re szerintem itt. De azt sem nagyon néztétek, aztán meguntam, hogy Isaac-et sem nagyon nézitek. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, akkor nem lesz semmi. És akkor elkezdtem trollozni, megint szerintem egy jó pár hónapig nem videóztam. És utána kijött a Binding of Isaac Rebirth, amivel úgy voltam, hogy na ebből még biztos nincsen magyar sorozat, hiszen ez a stream, ez az első, ez a 4 órás. Ez akkor volt, amikor kijött a játék. És vagy az első 2 óra, vagy legalább másfél, az még nem is Rebirth, mert késett a release, tehát addig valamit csinálni kellett, de amint release-elték, letöltöttem és ment a stream. De nagyon esetre nagyon nézték, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt is abba hagytam. Meg úgy a videózást megint egy pár hónapra. Utána elkezdtem Kingdom of Amalur Age of Reckoning. 400 néző. Tehát megint úgy voltam vele, hogy ezt én nem erőltetjük. És utána megint elkezdtem terráriázni, nagyon magamtól rajzolt indexképpel gyönyörű art. És igazából itt megint elkezdett fellendülni a csatorna. Nagyon szerettem ezt az expert módot, mert újra nehéz volt, kihívás volt terrária. Az emberek megkapták, hogy te jó ég, újra Terraria! Úgyhogy ez mindenkinek akkor jó volt. Kicsit sok. Ezt is szerintem napi szinten töltöttem föl, és besokaltam tőle. Úgyhogy itt látjátok, abba is hagytam a Terráriát, meg szerintem a videózást is megint egy pár hónapra. És utána az volt, hogy elkezdek megint Isaac-ezni, mert azt szeretem. De talán azt sem nagyon nézték, Outland is egy olyan volt, ami próbáljuk meg, de nem volt túl nagy sikere. Aztán kijött a Don't Starve Shipwrecked, ami tök jó volt amúgy, mert az is valahogy úgy kezdtem el, amikor kijött. És a Don't Starve az valahogy, nem tudom, többen ismerték itt, mint az Isaac-et, mert látjátok, 21 ezer néző van rajta. És ez egy tényleg olyan sorozat volt, ami új volt, magyar, jó volt tegelve, és azt tényleg nézték. Ekkor volt az, hogy elkezdtem mindennel játszani, tehát inkor tényleg elkezdtem rámenni arra, hogy változatos a csatorna, index képekben benne van a fejem, néhány helyen valamiért, nem, szerintem az nem plusz, de igen, tehát eljutottunk odáig, hogy facecam, szerintem már Terrarián is, és nagyon elkezdtem ilyen mainstream youtuber lenni, úgymond, hogy jó, akkor látom, ez kell nektek, a többi nagy csatornából, akkor én is ezt csinálom, mert úgy néz ki, hogy ezt nézik. Aztán igen, elkezdtem, hát játszunk horror játékot, mert azt is szeretik. Aztán ez beszélgessünk, láttam valahol, hogy
kommentekre válaszolunk, azt is csináljuk, tehát tényleg ez a nagyon try hard mód volt, illetve visszakanyarogték a Terráriát. Nagyon, nagyon jó volt. Tehát elkezdtem tényleg ilyen nagyonféle sok mindent csinálni. Turbo Dismount, mert az is híres volt, meg nézik. Meg a Titan Souls az mondjuk jó volt, azt szerettem, de nem tudom, itt nagyon szerintem elkezdődött az, hogy látszott rajtam az, hogy nem nagyon azért csinálom, mert élvezem, hanem azért, mert néztek. És emiatt megint kiégtem az egészből. És itt szerintem ez volt úgy az utolsó, ez a, hát nem tudom, hogy mennyire volt ez sorba feltöltve, de nagyjából ott volt az utoljára Don't Starve Shipwrecked utolsó részét mondjuk annak, amikor értelmes videót csináltam. Utána már úgy éreztem, hogy nem nekem való ez az egész YouTube, mert bármit csináltam, igazából elkezdték azt, hogy Terráriát csinálj, mert te Terráriát csinálsz, és tőled akarom nézni, meg már meguntam a játékot. Volt még itt egy-két próbálkozás, streamek, meg minden, de annak igazából nem túl sok értelme volt, tehát igen, ez volt szerintem ez az időszak, ami visszagörgetek, tehát így ez. Amire azt mondanám, hogy én megpróbáltam, hogy milyen egy olyan youtubernek lenni, aki szerintem két naponta töltöttem föl videót, megvolt, hogy melyik nap mit, hánykor, előre fölvettem, megvágtam, próbáltam vicces lenni. Nem tudom. Valahogy itt ilyenkor rájöttem arra, hogy nem nekem való. Annyira nem éreztem már jól magam ebben az egészben. Úgyhogy eljutottunk idáig, hogy két év után azt mondom, hogy ennyi volt, és mindig, amikor csinálom ezeket a videókat, ott van benne, hogy bocs is rácok, hogy eddig nem töltöttem fel videót, de majd most megpróbálok havonta egyet összehozni, vagy streamelni, vagy valamit csinálni, de azt kell mondjam, hogy nem. Hogyha valahogy is újra kezdek valamit, az nem itt lesz, és nem is magyarul valószínűleg, de ennek úgy érzem, hogy ennyi. Ezt a videót annak szánom, és szántam, hogy zárjuk le ezt a korszakot. Nekem is jó, mert le van zárva, nektek is jó, mert kaptatok egy választ, hogy ennyi volt, úgyhogy mit kéne ilyenkor mondani? Mit szoktam mondani a videóim végén? Nem tudom. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem volt ezen a 6 éven keresztül. Vagy aki most talált rám, annak sajnálom, hogy ennyi volt. De fönn van 500 videó, nézeges nyugodtan, biztos van közte jó is. Úgyhogy tényleg nem tudok más mondani, mint köszönöm a kitartást. Aztán sok sikert mindenkinek, aki szeretne YouTube-ozni, annak lehet, hogy hasznos volt az, hogy néhány dolgot biztos mondtam, ami így arra vezethet, hogy hogyan csináld, vagy hogyan ne. Aki meg régebb óta néz, vagy az elejétől fogva, és így végignézte, hogy nekem milyen volt a háttérben, biztos érdekes lehetett, vagy nem. Viszont ennyi volt, végignéztük az egészet. Köszönöm szépen tényleg mindenkinek, aki végignézte, és itt volt velem. És ennyi. Nem tudom. Még mindig nem tudok videókat lezárni. Úgyhogy bye-bye, sziasztok!